Nem régen, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen egy igen rangos díjat vehettél át, a Karcag Város Kultúrájáért díjat. Beszélgetésünknek ez lesz most az apropója, de ne szaladjunk ennyire előre. Azt tudjuk, hogy te nem karcagi születésű vagy, hanem dunántúli. Mesélj, légy szíves, nekünk arról, hogy hogyan kezdődött a te életed ott a Dunántúlban? Gyermekkor, iskolák. Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy beszélgethetünk erről a szép életfolyamatról, amit nekem a Jóisten szánhatott, gondolom én, mert hát nincsenek véletlenek. Hát igen, Vas megyében Sárváron születtem, és hát egy átlag családgyermekeként. Édesanyám és édesapám is gyári munkások, és hát mindent megadtak nekem. Nagy-nagy szeretetben neveltek, a nagymamámék, a nagypapámék is minden nyáron és szünetekben, és amikor csak tehettünk, ott gyerekeskedtünk az ikertestvéremmel, Orsival, a Rábaparton, és hát nagyon szerettem kint lenni a természetben, szaladgálni, imádtam az állatokat, nagyon jó dolgom volt, és állítólag azt mondták már 6 évesen, 5 évesen, hogy szép hangom volt. Természetesen én, mint ez gyermek, nem fogtam fel, és nem is gondolkoztam ezen, mert hát az ember jól érzi magát, énekel, miért énekel, mert jó kedve van, esetleg mert szomorú. Tehát minden egyes dolog, amit én kaptam, az úgy gondolom, hogy talán nem véletlen, és egy áldás az életemben. És ez a szép énekhang, ahogy mondtad, felfedezték akkoriban. Zenei általánosba kezdtél eljárni, vagy rögtön zeneiskolába is annak idején? Igen, hát fantasztikus, mivel hogy az ikertesomnak is szép hangja volt, és nekem is, ezért hát édesanyám a zenét azt úgy gondolta, amúgy is úgy gondolta, hogy ez egy fantasztikus dolog. Állítólag ő nem kapta meg, és magától tanult furiázni, és csecsemőkorunkban úgy furiázott, és mindig énekelt nekünk az ő elmondása alapján, de zenei általánosba jártam. Fantasztikus volt, heti 5 énekóra, ezek voltak a kedvenc tárgyaim, és heti 2x2 óra kórus 3. osztálytól, tehát azt gondolom, hogy ez egy kánaán volt számomra, mindig egy örömforrás volt, amikor az énekórákra mehettem, rengeteg versenyre jártunk, és 3. osztálytól mehettem a zeneiskolába, a zongora szakon kezdtem, és imádtam a szolfést tanáromat, úgyhogy minden csodálatos volt, és minden, ami a zene, a néptánc, a művészetek körülvettek, az nekem mindig örömet okozott. Teltek az évek, és egyszer csak eljött 2002, jól mondom a dátumot, igen, jól mondom a dátumot, és akkor Karcagra jöttél. Hogyan történt ez? Hát ez a Karcagra, ez sem véletlen, hogy jöttem én Karcagra. A színház évek megszakadása az egy nagyon komoly egészségügyi problémának az okán történt, és igazából nem volt mese, ugye egy színházban nincs betegség. Tehát ott nincs olyan, hogy lemondjuk a szerepet, ott már csak tényleg, ha a halálos ágyán van az ember, akkor mondhatja le, ha van váltója, ha nincs, akkor is megcsinálja. Tehát nincs betegség. Na és nekem ott volt egy ilyen kisebb-nagyobb fajta törés az életemben, talán ez sem véletlen, és úgy gondolom, hogy ez is javamra válott így visszanézve. És már Debrecenben én tanítottam egy musical stúdióban, ahol nagyon jó rendezőkkel dolgozhattam együtt, és én szerettem tanítani, bár mondjuk nem könnyű dolog tanítani, mert egy másik emberre kell ráhangolódni, és nem a saját dolgaimmal kell foglalkozni, sőt, hát ugye a másik embernek a segítségére kell lennem egyénileg, tehát nem minden ember ugyanazt a megoldást kívánja. És akkor Karcagon mondták, hogy van egy nagyon jó zeneiskola, és hogy próbáljam meg, és akkor telefonáltam, és hát felvette igazgató úr, Sipos Antal igazgató úr is, és mondta, hogy akkor hát jöjjek ki Karcagra, mert hogy volt magánének tanszak, de talán, ha jól emlékszem, 10 éve akkor, 2002-től vissza nem volt. Ha jól emlékszem. És akkor kijöttem, hát nagyon nagy szeretettel fogadott igazgató úr, és akkor mondta, hogy hát ő örül neki, hogy én szeretnék jönni, és próbáljuk meg együtt a munkát.
És azóta számos gyönyörű szép produkciót állítottál a színpadra, együtt is dolgoztunk, ami mindig nagy-nagy élmény volt, és a gyerekeket, a fiatalokat nagy-nagy szeretettel irányítottad. Amikor valamilyen fellépésre vagy megmérettetésre készültök, meg készültetek, milyen gondolatok fogalmazódtak meg benned? Mi a te arszpoétikád, tanári arszpoétikád? Hitvallásod. Nagyon sokféle produkcióval álltunk színpadra, nagyon sokféle emberrel foglalkozhattam, és nagyon sokféle helyszínen és felvételi szinten, és nagyon sokféle felvételére készülünk, tehát nem csak egy azt nem úgy értem, hogy csak zeneművészeti szakiskolába, hanem mindenkinek saját magára, a gyerekre, a felnőtt gyermekre szabva, a tanítványomra szabva. Aki amit szeretne, én abban segítem őt, hogy elérje a célját, és hogyha jön hozzánk egy felkérés, akkor természetesen amit tudom, hogy ami ott releváns, amit ott szeretnék, hogy megvalósuljon, de az első és legfontosabb, az szerintem az emberség, az egymás tisztelete, szeretete és segítése, és hogy hát a tudásunkhoz mérten a lehető legjobbat nyújtsuk ahhoz képest, amilyen emberekkel dolgozom, mert ugye különböző adottságokkal jönnek be hozzám a gyerekek, de én azt gondolom, hogy nincs olyan ember, akinek nem lehet segíteni, és nincs olyan ember, aki nem tud megtanulni énekelni vagy zenélni, mert a zene, a művészetek, mindenkinek nagyon nagy szüksége van rá, úgy gondolom, mert hogy ez egy önkifejezés. Tehát a tanítványaimnak azt, hogy saját magukra rátaláljanak, hogy szeressék magukat, hogy én se vagyok hibátlan, sőt, nagyon sok problémával küzdök, és saját magammal is meg kell küzdenem sokszor, és úgy gondolom, hogy meg kell nekik mutatni, meg kell tanítani, hogy minden egyes dolog, ami bennük van, az egy nagyon-nagyon fantasztikus dolog, mert nem véletlenül kapták, csak a saját erőikkel, energiákkal tudni kell bánni. És tudni kell azt, hogy ők megmutatni az útjukat, vagy segíteni megmutatni, hogy mire képesek, hogy milyen fantasztikusak. És akkor mindent el tudnak érni, ami az övük és amit a Jóisten nekik szent. Hát én kívánom neked, hogy még hosszú-hosszú évtizedekig mindig legyenek emberek, akik melléd szegődnek, és veled együtt gondolkodnak, és csinálják veled együtt. Kívánok egészséget, mert ugye az a legfontosabb, és hát további szakmai eredményeket, és azt, hogy minél több gyereknek tud átadni ezt a szemléletet, minél több gyermeknek a személyiségét tud egészé formálni a művészetek által, az éneklés által. Én köszönöm szépen neked a beszélgetést. Én is köszönöm.